Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban utána járunk, milyen gondok elé állítja a koronavírus az építőipart, megnézzük, hogy tud segíteni a kialakult járványhelyzetben a Szekszárdi Szakképzési Centrum, és foglalkozunk a vendéglátókkal is, akiknek szinte egyetlen lehetőségként az ételkiszállítás maradt, amire viszont különleges szabályok vonatkoznak. Tartsanak velünk! Munkájuk még van, és tömeges elbocsátások sincsenek az építőiparban, de lassultak az előkészítés alatt álló projektek, és szinte mindenki otthonról dolgozik, aki megteheti. A fizikai munkavállalók persze nem. Őket kisebb csoportokba igyekeznek beosztani. A cégvezetők azt mondják, ha ez a helyzet hosszú távon fennmarad, sokan lesznek munkanélkül. Az Országos Szövetség szerint ahhoz, hogy elkerüljék a tömeges elbocsátásokat, állami megrendelések és kormányzati intézkedések szükségesek. 2-3 fős brigád építi az ügyeleti központot Szekszárdon. A kivitelező cég vezetője azt mondja, a koronavírus járvány miatt kénytelenek így dolgozni, de egyelőre van még munkájuk. Zsobrák Róbert hozzátette, az építőipar Magyarország egyik húzó ágazata. Úgy véli, kormányzati támogatásra lenne szükség a KKV-szektorban, hogy elkerülhetőek legyenek a tömeges elbocsátások, és fennmaradjanak a cégek. Nehézkes a dolog, de teljes munkaidőbe tudjuk foglalkoztatni, nem akarjuk 4 órába foglalkoztatni, meg szeretnénk tartani az összes kollégánkat, és hogyha lehetőségünk van, még bővíteni is szeretnénk. Korcsmár István az ipari épületeket és mélyépítést végző 100 főt foglalkoztató Aliszka Bau ZRT vezérigazgatója azt mondja, munkájuk egyelőre van, de azt ők is érzik, hogy lelassultak az előkészítés alatt álló projektek. De ez természetesnek tartja, mert a fizikai dolgozókon túl mindenki otthonról dolgozik. Azt mondja, a járvány miatt nehézkes a hatóságoktól beszerezni a szükséges engedélyeket, és az is problémát okoz számukra, hogy az anyagbeszerzés lelassult és drágult, valamint mindenhol előre kell fizetniük. Nagyon nem jó irányba megy a dolog. Ez két irányzat. Az egyik az, hogy folyamatosan kapjuk a beszállítóinktól, hogy ez elfogyott, ez nem lesz, és elég meredeken emelkednek az árak. Ez az egyik fele, ami azt gondolom, hogy abszolút nem tesz jót az építőiparnak. A másik fele pedig egy olyan két hét ezelőtt időszakra számítva kezd elharapózni az előrefizetés. Tehát, hogyha mi valamit szeretnénk vásárolni, megrendelni, a gyártó, vagy a közvetítő, vagy a szolgáltató az úgy áll rá, hogy mi előre elutaljuk a pénzt, kifizetjük 100%, és akkor majd valamikor megkapjuk. Sőt, ennek már vannak durvább részei, van, ahol készpénzt kell vinni. Na most ez annyira nem mutat jó irányba. Korcsmár István úgy véli, ha ez a válsághelyzet sokáig kitart, az keményen visszaüt a gazdasági helyzetükre. Egyelőre azonban senkit sem kellett elbocsátaniuk. Mi is jövő héten hétfőn leülünk, és megpróbáljuk végigbeszélni, hogy most ennek az lesz a végeredménye, hogy akkor azt mondjuk, hogy kedves kolléginák, kollégák, szabit veszünk ki, vagy szabit vesztek ki, vagy pedig az, hogy csökkentjük a munkaidőt, ezt én most nem tudom megmondani, de biztos, hogy ezt hónapokig nem bírjuk. Tehát úgy nem tudunk fizetést adni, hogy nincs mögötte munka. Kolyi László az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke úgy látja, egyre több projekt áll meg, akadoznak a megrendelések is. Márciusi hónapban körülbelül csak 65%-os nagyságrendű volt a havi új megrendelés, mint amire számítottunk. Ebből is adódik az építőiparnak egy nagy problémája, hogy el kell kerülnünk, hogy zuhanásszerűen csökkenjen az építőipar rendelés állománya, mert akkor kerül olyan nehéz helyzetbe, hogy nem tudja a létszámot és a munkahelyeket tartani. A szakszövetség több javaslatot fogalmazott meg a kormányzat felé, annak érdekében, hogy ne induljanak meg a tömeges elbocsátások az ágazatban. Ha az építőipar nem tud április-május hónapban úgy szerződni, mint ahogy azt mondjuk a múlt év vége felé tette, akkor súlyos foglalkoztatási problémák lesznek az ágazatban. Ezért javasolta az EVOS, hogy legyen egy olyan állami önkormányzati építési beruházási csomag, amelyik lehet, hogy csak az év vége felé vagy
ez évet követően jelent volna meg keresletként velünk szembe, hogy legyen úgymond előrehozott megrendelési csomagja az államnak és az önkormányzatoknak. A szövetség becslései szerint a már eddig idénre kötött megállapodásokon felül körülbelül 500 milliárd forintos kormányzati és önkormányzati beruházási csomagra lenne szükségük. 3D-s nyomtató segítségével terveztek arcvédő pajzsokat a Szekszárdi Szakképzési Centrum műszaki tanárai. A centrum 5 iskolájának közreműködésével eddig 100-nál is több pajzsot gyártottak le a 3D-s nyomtatási technológia és a lézervágó berendezések segítségével. A tömeges megbetegedések elkerülése és a járvány lassítása érdekében ezeket elsődlegesen az egészségügyben dolgozóknak ajánlják fel. 3 géppel egyszerre összesen 4 darab arcmaszk fejpánt készül a Szekszárdi Szakképzési Centrum Tamási Vályi Péter szakképzőiskolájában. Az intézmény az oktatási eszközei felhasználásával segíti a koronavírus elleni védekezést. Korszerű 3D-s nyomtatási technológiával és lézervágó berendezése segítségével plexiből készítik az arcvédő pajzsokat a centrum összesen 5 iskolájában Tolna megyében. Az elkészült eszközöket a helyi önkormányzatok segítségével egészségügyi és szociális intézmények számára ajánlják fel, mondta Dömötör Csaba kancellár. A Szekszárdi Szakképzési Centrumban mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy amennyire lehet az eszközeink felhasználásával tudjuk segíteni a koronavírus elleni védekezést. A kollégáim nagyon ügyesen és attraktívan dolgoznak ebben, hiszen létrehoztak olyan nyomtatási technológiákat, itt a 3D nyomtatóra gondolok, illetve a lézervágó berendezésre, amelynek segítségével plexiből arcvédő pajzsot tudunk készíteni. Ennek az arcvédő pajzsnak ugye óriási jelentősége van jelen pillanatban. Elsődlegesen az egészségügy felé szeretnénk mindezt felajánlani. Itt a megyei kórházakban, elsődlegesen a Szekszárdi Balassa János kórház részére. Velük erről már elindultak az egyeztetések, ők folyamatosan figyelemmel kísérik a technológiát. Egyeztetjük a prototípusokat, hogy milyen módon készüljünk, hogyan haladjunk vele, hogy az az egészségügy számára maximálisan megfelelő legyen. Illetve hát nem csak a Szekszárdi Kórháznak fogunk ebből felajánlani, hanem egy megyében a többi kórháznak is szeretnénk felajánlani ilyen 3D nyomtatott, illetve lézervágott arcvédő pajzsokat. Ebben a projektben elsősorban az iskolák műszaki tanárai, a digitális alkotóműhelyek oktatói és informatika tanárok vesznek részt. Magukat, ezeket a pajzsokat a pedagógus kollégák gyártják. Egy első szóra a felhívásra azonnal mozdultak, hétvégén, húsvétkor folyamatosan gondolkodtak, dolgoztak ezen a technológián, hogy ez kialakítható legyen. A Szekszárdi Szakképzési Centrum digitális közösségi alkotóműhelyében eddig 100-nál is több pajzsot gyártottak le, és becsléseik szerint 400 darab legyártásához szükséges anyaguk van. Az arcvédő pajzs legyártásának és összeszerelésének több lépése van. A plexi lézeres megmunkálása után rögzítik rá a 3D-s nyomtatási technológiával elkészített arcmaszk fejpántot. Végül felgumizzák a szerkezetet. Az egészségügyben dolgozókkal egyeztetve végül a gumirészt lecserélték műanyagra, mivel a gumi fertőtlenítése nem volt 100%-osan megoldható. Ez egy gyakorlatilag egy műanyagpánt, ami 3D nyomtatással készül. A műanyagpánt tartja magát a plexit, amit gátlátszó műanyagból vágunk ki lézer technológiával, lézervágási technológiával, és ez kerül fel a védőfelszerelések fölé még pluszba a fejre, aminek egy állítható pántja van. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a fertőtlenítése az folyamatosan biztosítható legyen. Ugye először indultunk egy olyan technológiával, amire azt mondták, hogy nem feltétlenül 100%-ig megfelelő, hiszen egy gumit tartalmazott, ami nem fertőtleníthető. Ezután tértünk át egy műanyag pántra, ami tartja aztán a maszkot, hát bízunk abban, hogy ez így most már 100%-ig tökéletes lesz. A 9 iskolánkból 5 rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek erre alkalmasak. Egész pontosan 3D nyomtatóval rendelkezik 5 iskolánk, és egy lézervágó berendezés pedig a digitális közösségi alkotóműhelyünkben van. Nagyon-nagyon szeretettel csinálják a kollégák. Az így elkészült pajzs nyomtatása és összeállítása több, akár 2,5 órás folyamat is lehet.
Az elkészült arcvédő pajzsokat elsősorban egészségügyi intézményekhez juttatják el. Országosan eddig 35 szakképzési centrum oktatói és diákjai csatlakoztak a 3D nyomtatással előállított arcvédő pajzsok legyártásához. Egyre több étterem áll át az ételkiszállításra, ezt szabályosan végezni viszont nem olyan egyszerű, ahogy elsőre gondolnánk. A kiszállításnak nagyon szigorúak a feltételei. A munkavállalók egészségügyi állapotára, a csomagolás módjára és a jármű állapotára is figyelni kell. Az egyik étterem tulajdonos azt mondja, megjelentek a piacon szabálytalankodók is, akik ráadásul a szabályosan működő éttermeket veszélyeztetik. Csomagolják a menüket az egyik közétkeztetéssel foglalkozó cég munkatársai. Itt naponta nagyjából 350 adag ételt szállítanak ki, azóta, hogy az éttermi részük a koronavírus miatt bezárt. Az ételkiszállításra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Most a koronavírus járvány idején pedig még a korábbinál is nagyobb odafigyeléssel dolgoznak ennél a cégnél. Így például a munkavállalók minden nap írásban nyilatkoznak az egészségügyi állapotukról. Hét minden napján azért szondáztatjuk őket, tehát ugye kérdőívek vannak, egyebek, amikkel egyáltalán a veszélyeztetettséget esetleg ki lehet mutatni. A kiszállítást a mi személyzetünk végzi, ők is ugye föl vannak szerelve mindenféle védőeszközzel, kesztyűk, maszk, egyebek. Készfertőtlenítőszerek biztosítva benne a járműben. Tehát amennyire lehet, igyekszünk odafigyelni ezekre. A szabályok arra is kiterjednek, hogy milyen módon lehet a kész ételt kiszállítani. Az egyik lehetséges módszer az úgynevezett sokkolás. Ennek során az ételt nagyon rövid, néhány perces időn belül 3 Celsius fokra hűtik. A másik módszer szerint a kész ételt azonnal lezárt dobozokba adagolják, és olyan gyorsan kiszállítják, hogy a maghőmérséklete ne tudjon 70 Celsius fok alá hűlni. Itt így oldják meg a kiszállítást. A sokkolásos technikával ugye az a lényege, hogy nagyon rövid idő alatt lehűteni, hűtött állapotban tárolni, utána ezt úgy szállítani, és a fogyasztás előtt regenerálni, tehát fölmelegíteni, ugye legalább 70 fokos hőmérsékletre föl kéne melegíteni ahhoz, hogy az jó legyen. Mi melegen szállítjuk az ételt, tehát reggel készítjük el, és rögtön frissibe kerül be az edényzetbe, és úgy történik a kiszállítása. Nyilván erre is érdemes rámelegíteni, tehát ez sem lesz ugye, mit tudom én, a fogyasztásra megfelelő hőfokú, tehát egy kicsit visszaül azért ebbe az edényzetbe, de ez is egy lehetséges módszer. Nyilván azt, hogy éthordóba vigyen el valaki, mert ugye ez is egy katartikus kérdés, erre nincs lehetőség. Tehát nem tudjuk garantálni azt, hogy az olyan fertőtlenítésen esett át, ami tényleg tökéletes, ezért ezt nem, hanem a saját magunk által beszerzett eszközöket használjuk az ételek kiadásához, kiszállításához. Ezeknek ugye zárhatónak kell lenni, ne fertőződhessen a kiszállítás közben, illetve hát úgy olyan eszközöket kell beszerezni, amik bírják a hőfogot, bírják ennek a kiszállításnak a gyötrelmeit. Gőzerővel folyik a munka egy másik szekszárdi közétkeztetésért felelős cégnél, volt, aki merte más dobozolta az ebédet. A vállalkozás kommunikációs vezetője azt mondja, alapvetően két módszert alkalmaznak az ételt kiszállító cégek, annak érdekében, hogy ne legyen semmi baja az ételnek, mire a megrendelőhöz kerül. Van egy kritikus hőmérséklet, ez a plusz 10 és a 63 fok közötti hőmérséklet, ahol a legnagyobb esély van arra, hogy bizonyos kórokozók esetleg szaporodjanak. Itt most nem a jelenlegi járványra kell gondolni, hanem bármi másra. Tehát a két alapvető módszer az, hogy vagy magasabb hőmérsékleten tartani az ételeket, jellemzően 63 fok fölött, tehát 70-80 vagy akár magasabb hőmérsékleten, a másik pedig az, hogy 10 fok alatt, ezt egy sokkolásos technológiával szokás elérni, amikor viszonylag rövid idő alatt erőszakosan lehűtünk ételeket. Egy ilyen típusú kiszállításnál, amikor elkészül az étel és kiszállításra kerül, akkor nincs akadálya annak sem a meleg étel kiszállításnak. Itt az a lényeg, hogy ugye azon a 2 órán belül odaérjen a helyre, és akkor ott vagy elfogyasztásra kerüljön, vagy lehűtésre. Az pedig, hogy melyik módszert alkalmazzák, attól függ, milyen messzire kell szállítani az ételeket.
kivételt. Ha a sok idő telik el, akkor a sokkolásos módszert tartják célra vezetőnek a szakemberek. Határozottan azt mondom, hogy 80 fok az már teljesen jó. A megfőtt állapotában. Ez az a hőmérséklet, mondja Hámori Róbert étterem tulajdonos, amin egy melegen tartó dobozban biztonságosan lehet kiszállítani, anélkül, hogy minőségi probléma lenne az étellel. Szerinte a legnagyobb probléma, hogy megjelentek a piacon olyan ételkiszállítók és előállítók, akik az ismert konyhákra hivatkozva szállítanak ki, miközben az étel minősége és a kiszállítás módja messze elmarad az előírástól. Egy esetleges fertőzés esetén pedig a hivatkozott konyhának van bizonyítási kötelezettsége, miközben a vizsgálat ideje alatt adott esetben az is bekövetkezhet, hogy szüneteltetnie kell a működését. Én is hallottam róla, én utána nem járok, mert nem vagyok nyomozó, viszont hallottam azt, hogy családi házaknál kifőzés van, és viszik a nyugdíjasoknak. Ebben nagyon nagy hibát követnek el, megmondom azt is, hogy miért. Ugye hivatkoznak itt a vendéglátóknak a nevére, hogy innét jöttem, onnét jöttem, és hogy kihozzuk az ételt, miközben ez nem igaz, hozzátéve, de egyetlen egy dolgot elfelejtenek, az, hogyha véletlenül valami fertőzés történik, és azt mondják, hogy a étteremből viszik ki az ételt, akkor ugye ránk száll a nébik, ránk szállunk mindenki, és nekem kell bebizonyítani azt, hogy én oda nem vittem ételt. Tehát ez egy óriási felelőtlenség, és ezt nem tudom tolerálni. Tehát ez hogyha ha ez így működik, akkor nagyon, nagyon nagy gond van a vendéglátásban. Nem az a lényeg, hogy nálunk mit okoz, hanem az, hogy mit tesz velünk. Tehát tulajdonképpen bennünket tönkre tud tenni. Ha egy hétig, ha két hétig, vagy három hétig, mert ugye akárki kiszárít és az ő nevét használja fel, akkor abban a pillanatban már gáz van. Tehát abban a pillanatban már nem ő hozzá fog kimenni, mire kinyomozzák azt, hogy hát ő tulajdonképpen ő hozta ezt az egészet, nekem kell bizonyítani az ellenkezőjét, mert az én nevemet használta fel. Négy iskola. 15 óvoda. Az anyagok dobozolása után a közétkeztetésben műanyag légmentesen lezárt dobozokba teszik az ételt, majd azt egy másik fekete nagy hőtartóládába helyezik el. A dolgozók kesztyűt és maszkot viselnek, és az ételkiszállítók is megfelelő védőfelszerelésben végzik el a feladatukat. A higiéniára, a járművek, eszközök fertőtlenítésére a szokottnál is nagyobb hangsúlyt helyeznek. Külön légmentesen lezárható ételdobozokban, ami azon kívül még belekerül egy másik dobozba, egy hőntartó dobozba, ez természetesen ez is egy újabb védelmet nyújt. Na most ezen felül a sofőröket, akik azért az árut mozgatják, illetve az ételeket pakolják, nyilván kesztyűben, maszkkal dolgoznak, sőt még szemüveget is kapnak. A kiszállítás szabályai között az is szerepel, hogy csak olyan járművel lehet ételt vinni, amit semmi más célra nem használnak, és a jármű rakterének láthatóan tisztának kell lennie. Ezért a kocsikat naponta fertőtlenítik belülről. A kiszállítást a saját autóinkkal végezzük. Ezeknek az autóknak ugye a tisztíthatósága, higiéniai feltételei jogszabályban előírtak, milyen módon kell ugye a belső burkolatoknak kinéznie, azoknak a tisztíthatósága, hogy történik. Ugye természetesen itt is most azért a vírus veszély miatt egy komolyabb odafigyelést igényel, komolyabb fertőtlenítést, minden nap átesnek a fertőtlenítésen, nehogy véletlenül gond legyen ezekkel. Az ételkiszállítás szabályaival kapcsolatban kerestük a Tolna megyei kormányhivatalt is. Válaszukban a Nemzeti Népegészségügyi Központ erre vonatkozó tájékoztatására hívták fel a figyelmünket. Eszerint az ételek kiszállításában csak olyan személy vehet részt, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élősen mutat fertőzésre gyanús tüneteket. A futároknak minimum 60%-os alkoholtartalmú készfertőtlenítőszert kell biztosítson a cég, ezt a futárok kötelesek is rendszeresen használni. Hozam című gazdasági magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Szekszárdi Szakképzési Centrum, a szakmád a holnapod, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.